Köszöntöm kedves nézőinket! Önök közéleti magazinunkat látják. Dr. Kápolnai Iván lett idén mezőköves díszpolgára. Hagyaszki Józsefet és a Matyó Népművészeti Egyesületet pedig Pro Urbe díjjal ismerte el az önkormányzat. A kitüntetéseket államalapító Szent István királyunk ünnepén adták át. Az augusztus 20-ai városi ünnepség a Pro Urbe díjas mezőkövesdi fúvós zenekar zenés ébresztőjével kezdődött, majd Mezőkövesd város önkormányzata, a politikai pártok, oktatási, egészségügyi, szociális intézmények, valamint a civil szervezetek képviselői koszorúzták meg Szent István szobrát. A program Szent Misével folytatódott a Jézus Szíve templomban, majd 11 órától ünnepi műsoron vehettek részt a mezőkövesdiek, ahol a Pro Urbe díjas Szent László kamarakórus közreműködött. Tudom, hogy ez az ország addig lesz erős és hatalmas, és addig létezik, amíg a Szent Korona és a Boldogasszony iránti szeretete összetartja. Amint a korona eszméje elvész, az ország is elveszett. Területe csonkul, lakóinak önérzete pedig szerte foszlik, mint a rosszul szült vászon. Nincs szó, nincs hely, nincs rajzolt virág, nem szállhat az égen szárnyat tört madár. Nincs jó, ami jó, nincs már, aki felel. Nincs hely, ahova visszatér, ki útra indul el. Hol az arc, hol a kéz, aki ért, csak azért, hol a tér, hol a fény, hozzád még elér. Kell, te legyél, ki nap leszél után, te légy, aki megtalál egy régi balladát. Az ünnepi szónok Tálai András, a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára, országgyűlési képviselő, Mezőkövesd díszpolgára volt, aki Szent István király intelmeire hívta fel az ünneplő közönség figyelmét. Szent István volt az, aki felismerte, egy lehetőségen van a magyar népnek arra, hogy Európa szívében felmaradhasson. Ez a lehetőség nem volt más, mint egy erős, keresztény állam létrehozása. Olyan államot kellett megteremtenie, amelyet elfogadott az akkori civilizált Európa is. Szent királyunk törvényeit és fiának írt intelmeit a rendteremtés, a biztonság megerősítése, a tisztességes emberek ellen vétők szigorú megbüntetése, a hit megtartása, a jó és igazságos hatalom gyakorlás szellemében alkotta. Szent István jól tudta, csak akkor járhat sikerrel, ha a magyarság érdekeit, hagyományait tartja szem előtt. Erőssége a fáradhatatlan tettekben rejlett. Tettek, amelyeket egy megszülető nemzet hite ösztönzött, és tettek, amelyek a megszülető nemzet hitét ösztönözték. A hit erőt adott a tettekhez akkor is, amikor még korán sem köszöntek vissza azonnal a sikerek, mert első királyunk nem hadjárataival, hanem az egész életét kitöltő államszervező építkezésével alkotta meg a magyar királyságot. A várak hálózatával
és a vármagyar rendszer kialakításával korszerű közigazgatást teremtett. Megalkotta és szigorúan betartatta a törvényeit, kiépítette az egyház szervezetet, biztonságossá tette a kereskedők útjait. Már az akkori Európa is tudta, Magyarország jog és vagyonbiztonságot nyújt. A Magyar Királyság már keletkezésében ellátta az állam ősidők óta megkövetelt feladatát, biztonságot, békét adott lakosainak és az országba tisztességes szándékkal látogatók számára egyaránt. Mindezek alapján büszkének kell lennünk Szent Királyunk által elért eredményekre. A 2010-es választásokat követően a kétharmados többséget elért Nemzeti Keresztény Szellemű Országgyűlés, a Szent Istváni örökségre alapozva, a nemzet sorsát hosszú távra meghatározó, társadalmi rendünket megújító alaptörvényt fogadott el, amelyben nemzeti hitvallásunk is megfogalmazódik. Nemzeti hitvallásunkban pedig a következőkről teszünk tanúbizonságot. Büszkék vagyunk arra, hogy Szent István királyunk 1000 évvel ezelőtt szilárd alapokra helyezte a magyar államot és hazánkat a keresztény Európa részévé tette. Büszkék vagyunk az országunk megmaradásáért, szabadságáért és a függetlenséget elért őseinkre. Tiszteletben tartjuk történelmi alkotmányunk vívmányait és a Szent Koronát, amely megtestesíti Magyarország alkotmányos állami folytonosságát és a nemzet egységét. Elismerjük a kereszténység nemzet megtartó szerepét. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nemzedékünknek fontos feladata van, mert a Szent István által létrehozott alapra építve újra erőssé, biztonságossá kell tenni ezt az országot, Magyarországot, mert mi is az 1000 éves állam részesei vagyunk, és nekünk is van felelősségünk a következő 1000 évre. Mezőkövesd város önkormányzata 2013-ban Mezőkövesd városért kitüntető címet adományozott Hagyacki Józsefnek, a Mezőkövesd zsóriese ügyvezető elnökének a labdarúgó csapatért végzett munkájáért. Már a sporttal régóta gyerekkoromban kapcsolatba kerültem, hiszen én is fociztam, és már az általános iskolába ugye kapcsolatba kerültem. Itt is játszottam, mint ugye említették, a Trencsénybe. De mint vezető 10 éve kerültem kapcsolatba, és 10 éve lettem itt a Sportegyesület ügyvezető elnöke. Milyen indítatásból vállalt el ugye annak idején ezt a posztot, hiszen ez azért nagy felelősséggel jár, főleg annak tudatában, hogy tudjuk, hogy a labdarúgó csapatunk milyen karrier futott be az elmúlt években? Hát indítatás talán a sport szeretete. Talán azért, hogy hát hogy mondjam, lehet, hogy rosszul fogalmazok, de amikor úgy elvállaltam, úgy többet szerettem volna itt a Mezőkövesd sport életéből, konkrétan a labdarúgásból kihozni, hiszen itt az emberek imádják, szeretik a labdarúgást, és ugye itt az emberek részéről is vágy volt a minél magasabb osztályba való szereplés és a minőségi labdarúgás is, és ez a cél vezérelt, hogy itt egy olyat tenni, olyat csinálni, amire ugye itt a mezőkövesdi emberek büszkék. Célok mindig vannak, tehát az ember ugye célokat határoz meg magának, és olyan célokat ugye, ami főleg az itt élő embereknek is a céljai, vagy büszkeséggel tölti el őket. Tehát most jelen pillanatban az NB1-es labdarúgó bajnokságban egy jó szereplés. Szintén Mezőkövesd városért elismerésben részesült a Matyó Népművészeti Egyesület, a Matyó kultúra fenntartásáért, fejlesztéséért, annak UNESCO reprezentatív listára való felkerülésében betöltött szerepéért. Nagyon jó érzés természetesen, meg is lepődtem ezen a nagyon-nagyon jó hírnek a hallatán. Én azt gondolom, hogy nem első alkalommal kerül ilyen központi szerepben az Egyesületünk, hiszen számos megyei, országos, sőt nemzetközi díjakkal, elismerésekkel, kitüntetésekkel rendelkezünk. Eddig a Mezőkövesd város díja még hiányzott, nagyon-nagyon örülünk, hogy ez is beérett.
Én azt gondolom, hogy a korábbi célkitűzéseink megerősödtek, illetve azok a feladatok, illetve azok a egyszerűen módszerek, technikák, ahogyan az Egyesület eddig is működött, ezek megerősödnek, és egyre inkább következetesen, céltudatosan, és nagyon magas szakmai színvonalon szeretnénk megvalósítani a jövőben összes tevékenységünket, hiszen azt gondolom, hogy az a korszak, amikor hagyjuk csak, hogy a Matyó Népművészet önmagától vagy megszerveződik, vagy nem, vagy sikerül pályázatokon részt vennünk, vagy nem. Tehát ennek a korszaknak már azt gondolom, hogy vége van. Szerencsére egyre többen megérzik ennek a fontosságát, szépségét, és azt gondolom, hogy mi ehhez a szakmaiságunkkal, a nagyon-nagyon erős elhivatottságunkkal, azt gondolom, hogy nagyon sokat hozzátehetünk annak érdekében, hogy Mezőkövesdnek ez a, most már mondhatni az, hogy a fémjelzője az, hogy Mezőkövesd egyenlő matyóság, szépség, kultúra, hagyomány, ez együtt éljen még nagyon-nagyon sok évig, évtizedikig, évszázadokig is akár. 2013-ban a képviselőtestület döntése alapján Mezőkövesd város díszpolgára címet adományozott dr. Kápolnai Ivánnak a több mint fél évszázados Mezőkövesd helytörténeti kutatásában és publikálásában végzett áldozatos munkájáért. Az elismerést lánya, Fövényesiné Kápolnai Krisztina vette át. A díjak átadását követően Gordos Attila református lelkész és Berkes László plébános áldotta meg az új kenyeret, amelyet az áldás után dr. Fekete Zoltán polgármester szegett meg. Az ünneplő közönség tagjait népviseletbe öltözött asszonyok és lányok kínálták új kenyérrel. Az augusztus 20-ai program késő délután a Kavicsos tó és Szabadidő parkban folytatódott, ahol a Csomópont tehetségkutató program növendékei mutatkoztak be, majd pedig Vince Lilla szórakoztatta a közönséget. Az estét a Kártágó együttes nagy sikerű koncertje és tűzi játék zárta. A városi ünnepségről készült teljes felvételünket augusztus 24-én este Kulturális Közvetítés című műsorunkban tekinthetik majd meg. Kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket!